Ezt a hangszert úgy hívják, hogy ütőgardon, és ezt Erdélyben használják, a Gyimesekben, illetve Csík megyében. Ez egy nagyon régi, ősi hangszer tulajdonképpen. Ez a dobnak egy változata, mert ugye régen a dobokat azt biztos hallottátok, hogy használtak mindenhol. Mit csináltak a dobokkal, mire használták? Ütőhangszer. De mi volt a dobolásnak a célja régen? Hát, na ez már egy jobb célja volt. Volt egy olyan célja is a dobolásnak, hogy ugye aki messzire volt egymástól, azok egymásnak tudtak üzenni a dobok hangján, úgy mondják. Az asztalon vannak nagyon egyszerű kis csörgő, zörgő, fütyülő hangszerek. Nem tudom, hogy ezek közül ki ismeri valamelyiket. Tessék? Kereplő. Kereplő. Próbáljuk is ki, hogy szól az a kereplő. Azaz, nagyon jó, bátran. Légy szíves, a többieknek is adjál egyet, és próbáljátok ki együtt, hogy milyen nagy hangot lehet csinálni ezzel a kereplővel. Ez az, nagyon jó. Jó? Köszönöm szépen, tegyétek akkor vissza. Mi van még esetleg, ami ismerős a számotokra? Igen? Annak, de már nem próbálom. Melyikre gondolsz? Erre. Hát ez is tulajdonképpen egy kis dobocska. Ez egy ilyen kis sámán dob. Ezt is ritmus keltésre szoktuk használni. Próbáljátok ki. Elő szokott fordulni, mikor egy ilyen kisebb csoport megjelenik, és én nyilván azt szoktam javasolni, meg kérni, hogy nyugodtan próbáljanak ki mindent. És van, amikor ugye a 80 kéz egyszerre megmozdul, és akkor kell hozzá egy 10-15 perc, mire úgy le lehet őket csendesíteni. Tehát érdekli a gyerekeket szerencsére, és úgy észreveszik azokat a természetes hangokat, amik tulajdonképpen az ilyen sajnos sok műanyag játéktól már nem biztos, hogy ismerősek, de itt ilyeneket meg lehet próbálni.